Főzőverseny, helyi fellépők és szórakozás a Bicónál megtartotta nyárbúcsúztatóját a mosoni polgári kör. Koncertek a Szent István napokon, a Bagosi Brothers, a Halott pénz és a Brains lépett fel Moson-Magyaróváron. Büntethet a NAV, az adózón múlik, hogy lesz-e bírság. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Szombaton hagyományos nyárbúcsúztatójával várta az érdeklődőket a mosoni polgári kör a mosoni Dunaparton. Az egésznapos rendezvény ideje alatt főzőversennyel, fellépőkkel és koncertekkel készült az egyesület. A rossz idő ellenére szép számmal gyűltek össze szombaton már délelőtt is az érdeklődők a nyárbúcsúztató rendezvényre. Reggeltől kezdve ugyanis a mosoni polgári kör hagyományos főzőversenyével vártak mindenkit, amit 2000-ben indítottak útjára. A nyárbúcsúztatónak több mint 4 évtizedre visszanyúló hagyománya van, hiszen 1977-ben rendezte meg az egyesület az első rendezvényét a mosoni Duna partján. Ezt megelőzőleg Duna utcai fiatalok kezdeményezték, de hát akkor még úgy, hogy a Dunán úsztattak le farönköket, meggyújtották, iskolatáskát égettek, autókereket, amit most már nem lehetne, és ők abba hagyták, nyilván ők nem tudták továbbvinni, anyagilag nem volt hátterük, és akkor vette át a polgári kör. A szervezők minden évben igyekeznek úgy kialakítani a programokat, hogy a fiatalok és idősebbek is megtalálják a számukra megfelelő szórakozási lehetőséget. A hagyományokhoz híven idén is lehetőséget kaptak a város tánccsoportjai, hogy bemutatkozzanak az eseményen, így színpadra léptek többek között a Haller iskola mazsorettesei. A Royal Colibri hip-hop táncosai. Valamint a mosoni rendezvények elmaradhatatlan fellépője, az Elner tánccsoport is. A helyi csoportok fellépése után aztán késő estig zenés programokkal vártak mindenkit a szervezők. Szigetközi színjátszókör musicaleket fog előadni, ezen kívül az Irigy Hónagy Mirigy, és végezetül a Gezarol együttes zárja a rendezvényt. A mosoni polgári kör nem titkolt célja, hogy a jövőben is tovább vigye a nyárbúcsúztató több évtizedes hagyományát, így jövőre augusztus utolsó hétvégén ismét a szórakozásé lesz majd a főszerep a mosoni Duna partján. A négy napos Szent István napok ideje alatt a kultúrái és természetesen a szórakozásé volt a főszerep. A szervezők igyekeztek minden korosztályt megszólítani a programokkal. Augusztus 19-e főként a fiataloknak kedvezett, amikor is a Bagosi Brothers, a Halott pénz, valamint a Brains lépett fel Moson-Magyaróváron. A Szent István napok harmadik napján is egy helyi együttes, a Küne Koncert fúvós zenekar kezdte meg a fellépők sorát Mosonban, akiket a Bagosi Brothers Company tagjai követtek. Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána, tévát állok egy házterasszán. A Bagosi Brothers Company 2013-ban Gyergyószentmiklóson alakult, indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. Azóta töretlenül ível felfelé a zenekar karrierje, fesztiválról fesztiválra járnak, de őszre is több tervel készülnek. Egész végig nyáron koncert, őszre klubturnék, aztán visszavonulunk a kis stúdióba, meg az alkotó otthoni táborba minden egyes télen, és nagyon-nagyon mozgalmas a nyár, igazából így ennyit tudok. Mik a tervek a jövőre nézve, új album esetleg valamikor, vagy fellépések, amiket mindenképpen érdemes kiemelni? Hát, amit Norbi említette, ősszel stúdiózni szeretnénk, és befejezni a készülő harmadik lemezünknek a,
a dalait, amelyet elképzeléseink szerint jövő tavasszal tárnánk a nyilvánosság elé. Az este nagy fellépője aztán a pécsi Halott Pénz zenekar volt. A többszörös fonogramdíjas hip-hop formáció Marsalkó Dávid szóló projektjeként indult, majd 2013-ban vált egy hétfős zenekarrá. Az együttes fő projektje 2018-ban a három helyszínen bemutatott aréna koncertek voltak, aminek keretében Győrben, Debrecenben és Budapesten töltötték meg az arénákat. Egyszerű eszembe álomszerű volt ez az aréna turnénk, ez ugye Debrecen, Győr és Budapest volt, ez a három legnagyobb kvázi ilyen fedett helyszín Magyarországon, koncerthelyszín. Nagyon-nagyon, tényleg álomszerű volt, Győrbe is tele volt, Budapest is tele volt, Debrecenbe is tele volt, szóval ez eszméletlen nagy vágyunk teljesült ezzel az egész aréna turnéval, és hát reméljük, hogy lesz majd folytatása. Az estét aztán Magyarország legsikeresebb elektronikus zenét játszó zenekara a Brains zárta, akik sorra töltik meg a legnagyobb klubokat fellépéseik során és a fesztiválok állandó fellépői. A zenekar eredetileg 1994-ben alakult, azóta számtalan tagcserén és műfaji változáson estek át. Természetesen idén nyáron is a legtöbb hazai fesztiválon találkozhattak velük a rajongók, ősszel pedig tovább folytatódnak a koncertek. Igazából most a fesztivál szezonban új dalt nem igazán tudunk készíteni, mert stúdióra így egyáltalán nem marad idő. Most, amivel el vagyunk nagyon foglalva, az a szeptemberi nyárzáró nagy koncertünk Budapesten, ami szeptember 28-án lesz, arra készülünk egy elég nagy dobással, illetve ősszel folytatódik a szimfonik turnénk a szimfonikus zenekarral, és azzal fogunk jó néhány városba ellátogatni, úgyhogy erre készülünk most nagy erőkkel, illetve mindemellett készülnek az új Brains dalok. A Szent István napok fellépőivel készült teljes interjúkat hétvégén televíziók műsorán is megnézhetik. Augusztustól az adózó magatartásán múlik, hogy kap-e bírságot a NAV-tól az elmulasztott vagy késedelmes, hibás online számlaadatszolgáltatás miatt. Amennyiben minden tőle telhetőt megtett az adatszolgáltatás teljesítése érdekében, akár mentesülhet is a szankció alól. A 2018. július 1-től bevezetett online számlaadatszolgáltatás kapcsán a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal július végéig biztosított szankciómentességet, ha az adózó regisztrált az online számlarendszerben, és az adatszolgáltatást ugyan utólag, de legkésőbb a hónap végéig teljesítette a NAV felé. A szankciómentes időszak lejártával az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése mulasztási bírságot vonhat maga után. A bírság felső határa magánszemély esetén 200 000 forint, egyéb adózó esetén 500 000 forint számlánként. Amennyiben a számlák adatainak online beküldése továbbra sem biztosított, az állami adó- és vámhatóság azt vizsgálja, az adózó megtette minden tőle telhetőt a felkészülés és adatszolgáltatás teljesítése érdekében. Azaz például regisztrálta az online számlarendszerben, megindította a szükséges fejlesztéseket, és azok folyamatban vannak-e. A NAV a mulasztás szankcionálásáról a körülmények mérlegelését követően dönt. Az esetlegesen kiszabandó mulasztási bírság összegét az adózási érdeksérelemmel arányosan állapítják meg, és a jogszabály lehetőséget ad arra is, hogyha az adózó minden tőle telhetőt megtett, a NAV akár el is tekinthet a szankcionálástól. A Moson-Magyaróvári Család és Gyermekjóléti Központ értesíti a lakosságot, hogy a Vasutas utca 10 szám alatti épület átépítési, felújítási munkái miatt szeptember 6-ától megváltozik az ügyfélfogadások helyszíne. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat Moson-Magyaróváron a Szent István Király utca 100 szám alatt, a hatósági és speciális munkacsoport Moson-Magyaróváron a főút 13 szám alatt várja az ügyfeleket. A munkálatok ideje alatt a családsegítő ügyeleti nyitvatartása a Szent István Király utca 100 alatt lesz,
Pszichológiai tanácsadás és szociális diagnózis készítése a gyermekek átmeneti otthonában a Lengyári utca 2-es szám alatt zajlik majd, jogi tanácsadással, valamint családterápiával a főút 13-as szám alatt várják az ügyfeleket. Az új helyiségek nyitvatartási ideje nem változik. A szolgáltatásokról pontos információt Görbe Andrea, szociális asszisztens munkatárs, a képernyő alján látható telefonszámon nyújt munkaidőben. Az átépítési munkálatok előreláthatólag 2019. február 28-áig zajlanak majd. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként alakulhat ki futó zápor, zivatar. Élénk lesz a légmozgás, napközben 28 fokot mérhetünk Moson-Magyaróváron és környékén. Pénteken aztán egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és egy gyenge hidegfront hatására többfelé alakulhat ki csapadék. Marad az élénk légmozgás, térségünkben 26 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, most a Székely Konyha című főzőműsort nézhetik meg. Csütörtökön 19 órakor az októberi kultúra ismétlésével várjuk Önöket. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!